Szembe kell nézni a tényekkel, és annak megfelelően kell politizálnom. Ha szembe megyünk a tényekkel, vagy struszpolitikát folytatunk, akkor egyszerűen nem tartunk valós tükröt a közélet irányába, a választók irányába, mindazok irányába, hogy fontosnak tartják a felvidéki magyarságnak a sorsát. Ezért igenis ki kell indulni ebből a tényből, és ennek megfelelően kell alakítani a jövő elképzeléseit, a jövő célkitűzéseit. De ezen túl még egy másik érv is van, amiért nem szabad a végszámos eredményeit a szőnyeg alá söpörni, itt inkább a végén térnék ki, előadás a végén erre a tényre. Ebben a 15 perces felvezetőben engedjék meg, hogy azért a múltra is kitérjek, mert természetesen nem most kezdődik a történet, nem most kezdődik az autonómiával való foglalkozás. Az önkormányzatiság ügye 1990-től legalábbis egyfajta múltra tekint vissza, amely szintén érdemes számot adnunk ezen a mai ülésen is. Ennek megfelelően az én értelmezésemben három szakaszra oszthatjuk fel a felvidéki magyarság autonómiával kapcsolatos törekvéseit, illetve ahhoz való hozzáállását. Az első szakasz mindenképpen rendszerváltás utáni 1990-től számított 98-ig időszakra tennék, amely a magyar akkori koalíció pártjának a kormányok kerülését jelenti. A következő maga a kormányzati időszak 98-tól 2006-ig, és a harmadikat pedig a 2006-tól napjainkig fogalmaznám meg. A teljesen igénye nélkül el kell mondani azt, hogy érzésem szerint magának az autonómia koncepciónak a reneszánsza mindenképpen a 90-es 98-as időszakban volt, hiszen talán a legtöbb javaslat, tervezett elképzelés ekkor látott igazán napvilágot, és a ma újra éledő közgondolkodás ezen a területen kicsit méltánytalanul figyelmen kívül hagyja, hogy voltak komoly javaslatok ezen a területen, ebben az időszakban, sőt, minthogyha kicsit le is értékelnék a mostani próbálkozások azokat, amelyek akkor voltak. Ma természetesen dokumentálóan mindez, ami 90 és 98 között megtörtént, de ugye mindjárt emlékezünk rá, hogy a legnagyobb összejövetele talán a határon túli Magyarországon a szomszédos országok kisebbségpolitikájának vagy magyar közösségi politikájának az 1994. január 8-án volt, amelyről könyv is készült. Ez Csehszlovákia szétválása után egy nagyon komoly, önmeghatározó, önmagát definiáló és intézményes keretekben foglalkozó, vagy legalábbis kísérletet összejövetel volt a 94. január 8-ai, amelynek konkrét elképzeléseit végül is ez a könyv fogalmazza meg, de már hát a könyv elején maga térkép is jelzi, hogy itt először fogalmazódott meg a területi autonómiára az igény, és dokumentumban foglalva is megjelenik a területi autonómiára megfogalmazott igény azzal, hogy ezen területeken kívül eső magyarok számára is megfogalmazza az önrendelkezésnek és az önkormányzatiságnak a lehetőségeit. Ez az összejövetel annak kapcsán történt, hogy már akkor Szlovákiában rögtön a szétválás után, Csehországtól a leszakadás után újra fogalmazta volna a kormány az új területi felosztását az országnak. Ez az összejövetel egyfajta reakció volt azon területi felosztásra, amely később végül is sikeres lett, de ebben a helyzetben egy megfelelő válasz volt arra, hogy is képzelnénk el az akkori területi felosztást. Hatáskörökkel, intézményekkel szépírva, a könyvben megtalálható az idő rövidsége miatt már itt kihozatottam magamnak a megfelelő idézeteket, most hát meg untassam ezzel önöket, de minden esetre mind a közigazgatási, mint pedig az intézményi hatáskörök leírása ebben az állásfoglalásban, amit akkor elfogadta a magyar helyi önkormányzati képviselők és a magyar polgármesterek, ez mind benne foglalhatott. De ezen túl, épp annak köszönhetően, hogy három párt volt, elég komoly verseny alakult ki a különféle koncepció kidolgozásánál. Egyéb más koncepciókat éppen ebben a Csáki Pál által összefoglalt kis tüzetben is megtaláljuk, amelyek közül a legjelentősebbek mindenképpen a következőek voltak. 1993-ban fogalmazta meg az akkori MKB-je a Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Csoportok helyzetéről és jogairól szóló törvényjavaslatot, amelyben benne foglaltatnak a kisebbségi önkormányzatok is. Ezen túl ebben a könyvben megtalálható az együttélés alkotmánytörvényjavaslata, amely szintén megfogalmazza az önkormányzati szervek rendszerét, és ezen túl még található a területi felosztásra egy törvényjavaslat, amely már a Magyar Koalíció pártja neve alatt futott. Mindezt azért... Magyar Koalíció.
magyar koalíció, magyar koalíció legállapított, igen. Mindezt azért mondom el, mert téves az a föltevés, esetleg még egyszer mondom, hogy most találjuk fel a spanyolia azt, hogy most indulunk bele a történetbe. A 90-es évek elején ezek a dokumentumok rendelkezésekre állnak, és azóta tulajdonképpen a jogi keret nem változott, egy kivétellel, azóta létrejöttek a megyei szervek, vagy a kerületi önkormányzatok, tehát mindezeket a dokumentumokat használni lehet, abban az esetben, ha valaki ma megkívánja fogalmazni az autonómia elképzeléseit, igazán egy helyen kell alakítani a jelenlegi jogi környezethez, ez pedig a megyei testületeknek, a kerületi önkormányzatoknak a megalakulása, ami a következő időszakra tehető, és ezzel még egy gondolat engedjenek meg, azon túl, hogy ezek a dokumentumok megszülettek, el kell mondani azt is, hogy ami nagyon jó volt ebben az időszakban, hogy Magyarország részéről volt egyfajta politikai konszenzus, politikai pártok tekintetében szinte mindenki egyformán támogatta ezeket a törekvéseket, olyan független ellenzéki kormányban, vagy ellenzékben volt, konszenzus volt akkor ő, hogy ezeket a törekvéseket egységesen támogatni kell, és talán éppen azért mondom ezt el, mert a mai, senki ne vegye személyesen, de a mai, hogy így fogalmazom, főleg a felvidéken tapasztalható posztliberális értelmiségnek a távolságtartása ettől a témától azért is érdekes, mert Kis János már 94-ben megfogalmazta a kollektív jogok szükségességét túl a nemzetállamon címszó alatt, és folytathatnám. A liberális internacionálinak 93-ban megfogalmazta azt, hogy a területi autonómia az egy megoldása a nemzeti közösségek számára. Tehát ezért is kicsit furcsálom ezt a mai távolságtartást az általán említett szerzőtől, vagy gondolkodóktól. A második időszak mindenképpen a kormányra lépésünk időszakától számítódik, amelyben nyilván egy külön napirendet érdemelne talán nem ezen bizottság keretein belül, hanem ezen túl, hogy a 98-as kormányra lépésünk és az akkor elfogadott három megkötés, ami arról szólt, hogy autonómiát, benesetekről tudunkat és egyetem kérdését nem visszük be kormányprogramba, mert nem lehet, hogy az mit jelent a szlovákiai magyarok számára, de kétségkívül, hogy az akkori körülmények arról szóltak, hogy vagy csatlakozunk a megcsinálás kormánykoalícióhoz úgy, hogy már a mi szavazatunkra nem volt szükség, ne felejtsük el, hogy megvolt egyébként Mikulás Zurinda első kormányzatának a magyarok nélkül is a többsége, vagy pedig ellenzékben maradunk a Szlovák Nemzeti Párt és Mecsér mellett, vagy pedig választjuk ezt az utat, hogy erről a három kérdésről annak idején végülis az első kormányzatot le kellett mondani, biztos, hogy ez egy nagyon fájdalmas döntés volt. Az országos tanácsban gondolom, hogy hárman élénkkel emlékezünk arra a vitára, ami ott lezajlott. De történetesen biztos, hogy azt a dinamikát, ami az autonómia törekvéseket jelentette, megtörte a kormányra lépésünk. Viszont nyelvhasználati kérdésekben előrelépést jelentett a kormányzati szerepvállalás, nem csak a jogi normákat tekintve, hanem azokat a személyi döntéseket is tekintve, hogy mind a járási, mind a kerületi szinteken, mindenhol magyar elöljárók kaphattak munkalehetőséget, és ennek megfelelően természetessé vált az állami gazdagás, amiről a kétnyelvűségben a 20% között jöttek a magyarok, és a járási és a kerületi elöljáróink ezt végre is hajtották, szinte kivétel nélkül. Azt kell, hogy mondjam, érvényesült a kétnyelvűség az állami igazgatásban, ami a Mecsér korszakban elképzelhetetlen volt 94 és 98 között. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy előrelépés volt nyelvhasználati területen a kormányra lépésünk. Az autonómia törekvések szintén biztos, hogy egyfajta pillanatnyi megállást és fölfüggesztést jelentett legalábbis az én olvasatomban. Ugyanakkor a 2001-es év volt megint egy komoly vízválasztó, mikor is a 2001-es évben a területi felosztás egy újabb fázisát vett a Szlovákiában a belpolitikai fejlődésnek, és elfogadták a megyei önkormányzatokat. 2001-ben a magyar közösség, akkor magyar koalíció pártja Komárom megyei elképzelése nem sikerült. Akkoriban ugye ez egy elég éles konfliktus volt, mind az MKP-n belül, mint a kormánykoalíción belül, hogyan tovább. A magyar közösség, a magyar koalíció pártja akkoriban letette azt a javaslatot, amely már 96-ban megfogalmazódott, amelynek a térképe ugye itt látható, Komárom megye, ez a szürke terület, kép fogalmazódott meg, az az önálló megye, amely nagyjából tömörítette volna legalábbis a többi magyarságot. De ezt az elképzelést akkor a kormánykoalíció többi része elvetette. Elképzeléseink szerint a komáromi dokumentumokban kiindulva, hogy javaslat történt még a Rimaszombati megyére, ami a Gömört-Nógrádot fogta volna
össze, és királyra annak szerelmét ki is megjelent volna a Bodrog köz Ungvidék környékén. Ezt a javaslatot nem fogadta el a kormánykoalíció, az ellenzékkel fejünk átszavazva döntöttek a jelenlegi határokban, ami nyilván a kerületi önkormányzatok ügyében úgy történt, úgy hozták létre, hogy még véletlenül se tudja soha a magyar megyetőnök lenni Szlovákiában, illetve ha a súlyunk soha ne érje el legalábbis a felét, a képviselők számának egyetlen megyében sem, kivétel a nyitra menje, abban az esetben a szlovák pártok nem állnak össze velünk szembe egységes tömbbe, ez pedig ugye az utolsó két választási ciklusban történt. Ez a döntés nyilván nagyon megrázta a magyar koalíció pártját annak idején, és egy komoly feszültség alakult ki annak a témának a kapcsán, hogy hogyan tovább. Az alternatíva döntés az volt, hogy folytatjuk a koalíciós szereplésünket, nyilván ez is egy külön téma, érdemelne, hogy valójában ennek milyen következményei voltak, pozitív és negatív szempontból. A következő időszak mindenképpen a kormányból való kilépésünk utáni időszak, amelynek szintén két alrésze lenne. Az egyik, amíg a parlamentben voltunk, a második pedig, amikor a Magyar Közösség Pártján a parlamenten kívüli politikai tényező. Ebben az időben nyilván logika azt mondja, hogy mindenki elvárta volna tőlünk, hogy visszatérjünk az autonómia koncepciók újrafogalmazásához, újradefiníciójához és nagyobb intenzitással vállaljuk fel. Ennek nyilván inkább 2007-ben jött meg a személyek föltétele a párton belül, a Magyar Közösség Pártján belül a személyi föltételei ennek 2007-ben alakultak ki az elnökváltás után. Ugyanakkor a tematikai lehetőségei nem voltak nagyon jók és egyszerűen. Nem azért mondom, hogy mentegessen magunkat, de 2006-ban történt a Marina hegyik megveretése, 2008-ban történt a Dunaszerdei szurkolók megverése. Ennek megfelelően az akkori közvélemény mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában ezekre a kérdésekre vált tőlünk elsődlegesen választ. És ne felejtsük el, 2009-ben fogadta el a szlovák parlament azt a nagyon korlátozó nyelvtörvényt, amire szintén akkor kialakult egy elég komoly magyarországi összefogás, éppen az akkori elnökasszony vezetésével megpróbáltuk közösen ezt a szlovákiai nyelvtörvényt valahogy európai szintére legalábbis kezelni, vagy pedig visszafogni annak a végrehajtását. Az eredmény az volt, hogy 2009-ben a mindenkori legnagyobb összejövetelt tartotta a felvidéki magyarság, 10 000 ember jött össze a Dunaszerdei stadionban, és tény és való, nem az autonómiáról szólt ott a történet, hanem a Dunaszerdei szurkolóverésről, a Malina-hegyvidékről szólt és a rendtörvényről szólt. Ez volt az a három téma, amiről elsődlegesen akkor az emberek választ akartak tőlünk, és az autonómia kérdése ebben a fázisában a dolgoknak nem merült fel, egyszerűen ez a három téma elnyomta akkoriban ezt a törekvést, hogy így mondjam. Ennek ellenére ennek a sikeres összejövetelnek, 2009-es összejövetelnek az eredménye az volt, hogy nagyon komoly nemzetközi figyelem. Ennek köszönhetően a nyelvtörvényt többé-kevésbé nem alkalmazták, de legalábbis félretették Szlovákiában alkalmazását, volt néhány kivétel, néhány büntetést kirótták, de bizonyára nem ez volt a cél, sokkal több büntetést szerettek volna kirólni. És 2010-ben a kormányváltáskor megvolt az óriási esély arra, hogy az EBSZ által megfogalmazott elvárásokat az akkori Rögzsavár kormány végrehajtsa, amivel sikerült volna nagyon sok mindent, főleg elhasználati kérdésben visszabillenteni a dolgok normális medrébe és azon tovább lépni. Egyetlen hiba történt, hogy mi nem jutottunk be a parlamentbe, így nem volt megfelelően olyan kemény erő, amely ezt megtette volna, legalábbis követelte volna a kormánybelépéshez a nemzeti dokumentumoknak a végrehajtását, amit Szlovákiával szemben. Épp a közös lobby tevékenységünknek köszönhetően mindezebbesz mindez Európa Tanács és részben az Európa Unión is megfogalmazott. És ennek megfelelően ugye most 2010-től számítva, egyrészt annak is köszönhetően, hogy nyilván a parlamenten kívüli mozgástér nagyobb, mi újra programszerűen vállaljuk az autonómia kérdéseket és az autonómia koncepcióknak az ügyét, azzal, hogy én nem elsősorban jogtechnikai problémákat látok ezen a területen. Jogtechnikailag még egyszer mondom, itt vannak a dokumentumok, természetesen regisztráltuk, hogy a kerekasztal is letette az asztalra egy elképzelést, amely nem a területi, hanem a kulturális és oktatási autonómiával foglalkozik. Ugyanakkor én ezt végigolvasva és összehasonlítva a 93-94-es dokumentumokkal nagy különbséget nem látok benne, hiszen a történet jogtechnikailag arról szól, hogy szabjuk meg az intézményeket, hogy szabjuk meg a hatásköröket, hogy szabjuk meg a pénzügyi forrását.
ennek a működésének, ez ennek a jogtechnikai kérdése az szerintem oldható nagyon egyszerűen és könnyen. Sokkal nagyobb gond van azzal, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a szlovák ellenállás alatt megtörítés és előrelépjük a szlovák ellenállás jelenleg tapasztalt rendkívül merev pozíciói. Itt el kell, hogy mondjam azt, hogy a történet már nem egyszerű, a történet igenis eléggé bonyolult és összetett, ugyanis az elmúlt időszakban Szlovákiában az autonómia fogalmának egyfajta tartalmi manipulatív elmozdulását tapasztalhatjuk. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon autonómia alatt azt értjük, ami, tehát a Nyugat-Európában alkalmazott önkormányzatiság modellje, amely az önrendelkezésre épít. Szlovákiában a szlovák politika az autonómiát az elszakadással és valamifajta véges konfliktussal mosta össze az elmúlt 10 évben. Ennek megfelelően van egyfajta félelem és távolságtartás a fogalom iránt. Tehát amikor fölteszik a felvidéki magyaroknak a kérdést, hogy kitámogatja az autonómiát, akkor 5%-os eredménye ki. Amikor úgy teszik fel a kérdést, hogy kitámogatja azt, hogy saját kezünkben vigyük saját dolgaink irányítását, akkor több mint 50%. Tehát itt mutatkozik meg az, hogy ez a fogalom Szlovákiában nagyon ügyesen és nagyon manipulatív jellegre, ügyesen, természetesen időzőjelmetére egyfajta fogalmi változáson ment keresztül, amit figyelembe kell venni minden magyarországi politikusnak is, hogy ez egyszerűen tény, ez tapasztalható a felvidéki magyarok között. De egyébként minden mást, most már mivel látta a szlovák politika, hogy a sikeres, minden mást eszközt ezzel próbálni ellensúlyozni, tehát a Benes dekrétumoknál is kapálnyúval válasz az, hogy ez határrevíziót jelent, és nem más, ugye nem a kollektív bűnösségnek az eltörlését, hanem határrevíziót jelent, ezt nem még a részterelmük jelentett neki. Úgy határrevízióval, azaz a Benes dekrétumokkal nem foglalkozunk, mondták. Tehát mindenképpen nekünk le kell győzni közösen ezt a fajta félremagyarázását a fogalomnak, és le kell győzni ezt az ellenállást is, amelynek köszönhetően ma a felvidéki magyarságot egyfajta veszélyforrásként tekintik az országban olyan közösségnek, amely az ezer éves elnyomásnak az utódai, és ennek megfelelően nincs kegyelem, nem kell visszanakni semmit, hiszen az ezer éves elnyomók örökösen jövő van szó, ezért nincs is igazán jövő különösebben megfogalmazni a követeléseiket, hiszen ők se adtak nekünk semmit, fogalmaz a rendkívül tévesen a szlovák történelem, hiszen ha ezer évig elnyomnak valakit, akkor az nem is tud megmaradni. Tehát nyilván ez az ezer éves elnyomás ez nem volt, de a mai szlovák történelmi kötetben ez így fogalmazódik meg. Ezek azok az akadályok, amik nem, természetesen nem jogtechnikai kérdések, hanem politikai, élettani kérdések, amire nekünk elsődlegesen meg kell találni a választ. Viszont a helyzet nem reménytelen olyan szempontból, hogy a politika nem egy statikus dolog, folyamatosan, dinamikusan változik, és nagyon is elképzelhető, hogy eljön az időszak, amikor Szlovákiában újra szükség van a magyarok szavazataira, a magyarok támogatására, ahogy ez történt az európai integráció elején, a 90-es években. Ezért kell természetesen, hogy lejön a birtokunkban egy jogtechnikai dokumentum, amely megfelelő időben asztalra tehető és az alkutárgyába tehető abban az esetben, amennyiben a szlovák politikának erre szüksége van, hogy egyáltalán belünk érdemben ezekről a dolgokról tárgyaljon, már pedig ilyen már mikor az elkövetkező időszakban előjönnek, megtörténhet, és természetesen abban az esetben, hogyha Magyarország, akár a magyar parlament, akár a magyar kormány ezeket a témákat napirenden tartja, akkor pedig ez a nemzetközi figyelemnek a központjába is kerül. Az idő rövidsége véget nincs mód és lehetőség most arra kitérni, hogy egyébként a nemzetközi dokumentumok támogatják a mai autonómia törekvéseket. Az Európa Tanács dokumentumaink között számos olyat lehet felsorolni, ami kimondja, hogy az autonómia az nem az elszakadás, hanem az integrációt jelenti. Ezeket a dokumentumokat ma Szlovákiában nyilván rajtunk kívül senki nem emlegeti, senki nem hivatkozik rá, itt szerintem csak ajánlások. Ez nem azt jelenti, hogy megfelelő időben ne lehetne ezt előzni, és akkor a végén most mondom el azt, hogy a népszámlálás, amivel kezdtem, ezzel szóval szeretném befejezni. A népszámlás számaiból kiindulva tényleg nem a csüggedésnek, vagy karbadőlésnek elleni a mi politikánknak, hanem éppen arra hivatkozva, 100 000 vagyunk kevesebben, 5 percen 12 előtt van a felvidéki közösség veszem, nem tud drámai részemre, de ezt mondom. Épp arra hivatkozva, hogy ma Európa komolyan veszi értékrendjét, a Szlovákia demokratikus országnak nevezi meg magát, nem lehet senkinek érdekel, hogy ez a közösség megszűnjön. Amennyiben nem érdekel, hogy a közösség megszűnjön, igenis témának kell, hogy legyen az önkormányzatiság, az önmaradások alapföltétele, amit jó lenne, hogyha a felvidéken közösen tudnánk felvállalni, és nem mindenki kicsit a saját homokozóján belül igyekezne megmutatni, hogy jobb, mint a másik,
sehol nem vezet, hanem közösen kell ezünk az ügyekbe természetesen felvédni. Köszönöm szépen. Erről nagyon szépen köszönöm a felvezetőjét, és